Jól kezdett a csapat, hiszen az első fordulóban 3 gólt rúgott idegenbe, utána viszont 2 gól nélküli meccset hozott le a csatársor. Ez a ti visszaesésetek, vagy benne van a futballban az, hogy 2 gól nélküli meccs is jön egymás után? Hát én úgy gondolom, hogy benne van a meccsben az, hogy nem sikerült gólt rúgnunk. Hát ezt sajnálom igazából, főleg az utolsó meccsen meg voltak a lehetőségeink az, hogy gólt szerezzünk. Nem kimondottan csak a csatárok kerültek helyzetben, nagyon sok középpályás helyzetbe került, tehát igazából ez egy csapat, hogyha nem rúgolt, akkor valamikor középpályás kerül oda, valamikor a csatár. Most eléggé felemás volt, mert szerintem most utolsó meccsen a középpályások többször oda kerültek. Igazából most a csatároknak volt a dolga az, hogy kiszolgálják őket. Most így sikerült valamelyik meccsen nem, úgyhogy bízom benne, hogy a Debrecen ellen megtörik, és most nem mindenki gólt tud majd rúgni. Az, hogy nem sikerül betalálni, az inkább az egyéni felelősség lehet, tehát az utolsó pillanatban megremeg az embernek a lába, vagy pedig még csiszolni kell a csapatrészek együttműködésén? Hát nem, én úgy gondolom, a helyzetek megvannak, vagy legalábbis az utolsó meccseink megvoltak. Hát én inkább a szerencsét nem azt okolnám, hanem én úgy gondolom, hogy ugyanazt csinálom és helyzetekben, mint mindig máskor szoktam, valamikor bemegy, valamikor nem. Most ilyen hullámban vagyok, hogy nem ment be, de bízom benne, hogy ezt hamarosan megtörik, és akkor onnantól kezdve már jönnek majd a gólok is. Szombaton a Debrecen érkezik, az egyik legjobb magyar csapat, neked van is némi kötődésed a debreceniekhez. Mit vársz a mérkőzéstől, mi lehet a debreceniek legveszélyesebb fegyvere ellened, és mi lehet a legveszélyesebb fegyvere a hátvédeink ellen? Hát én úgy gondolom, hogy Debrecen az jó csapat, persze, biztos, hogy én úgy gondolom, hogy jó csapattal is jönnek el, tehát nem hiszem, hogy a B csapatokkal jönnének, hanem rendesen, rendes kerettel fognak eljönni. Tehát úgy gondolom, hogy Debrecennek, ami úgy erősebb a csapat részükben az, hogy nagyon jól jön neki, ilyen gyors kontrákat tudnak vezetni, pontos passzokon indítják a csatárokat, hát és ugyanebben viszont a hibájuk is, hogy a gyors kontrákból vissza lehet őket kontrázni, tehát úgy gondolom, hogy abból lehet keresni valunk. Hogy érzed itt az elmúlt 3 meccs alapján, hogyan alakul a PMFC, mire lehet esélyes a bajnokságban, akár a többiek mérkőzéseinek függvényében is? Hát úgy gondolom, hogy alakuló csapatban vagyunk, ez mutatja azt, hogy viszont mi nem kaptunk ki, viszont pontokat mindenhonnan tudtunk hozni, vagy szerezni több pontot. Úgy gondolom, hogy még most felesleges lenne, még nagyon az elején vagyunk az, hogy most így mondogatjuk, hogy a hanyadik helyre szeretnénk odaérni, minden mindig a következő meccsre kell koncentrálni, és a fél év után már majd lehet akkor majd látni, hogy a tabellát azért minden csapat az, hogy ki milyen állapotban van, milyen erősségek, és akkor úgy lehet meghatározni a célt. A következő meccsre koncentrálva a Debrecen ellen lehet-e azt mondani, hogy meccserőt elégedett lennék a döntetlennel, vagy minden meccsen győzelemre kell játszani így a Debrecen ellen is? Hát így a Debrecen ellen is szerintem minden meccsen győzelemre kell játszani, főleg hazépán játszunk. Most igazából mindegy, hogy Debrecent fogadjuk, vagy akármilyen más csapatot, nekünk most mindenképpen csak a győzelem lehet, az az elfogadható. Számít-e neked valamennyit a szurkolók támogatása, vagy a csapaton érzed-e azt, hogyha hazai pályán játszik, és mögötte van többet 1000 szurkoló, akkor ez jobb teljesítményt hoz ki a fiúkból? Én úgy érzem, hogy a hazai pályán a csapat mindig jobban szokott játszani, mint általában idegenben. Ez persze a szurkolóknak köszönhető az, hogy azt a nyomás, azt a szurkást mögöttünk van, és akkor úgy jobban olyan dolgokat is bevállalnak némelyik játékos, amit esetleg idegenben nem vállalnak be, tehát abszolút lehet érzékelni azt, hogy a csapat úgy gondolom jobban tud játszani hazai pályán.